kiváros, magas hegyekkel határos. Názaret volt annak neve, egy szelítőt lakott benne. Mária Máté nevezték, imában tölt felkelt estét. Valami sem nagyon régen, egy kis falu rejtekében. Élt egy gyönyörű szép lány, ez a mi szűzünk. Isten kiválasztotta Jézus Krisztus királyának, az emberek pásztorának. Isten elérkezettnek látta az időt, hogy erre valóra váljon. Múlóban az éjszaka, felcsendül az Úr szava. Ahogy birka léghatár, s felvön átsüt a sugár, úgy ragyogjon át a ködön, ember színe szemben. Segített az emberem, ember érez gyermekem. Gábor angyalt el is küldte, Názáretnek rejtekébe, hogy készítse Máriát, Jézuska édesanyját. Ő segítő Gábriel. Szólította Istenem. Én magukra küldelek. Mondd meg, Uram, mit tegyek? Lelke tiszta hófehér, hozzá senki föl nem ér. Emberek közt mása nincs, érte félted drága kincs. Földnek égnek csillaga, Názáretben Mária. Íme hozzá küldelek, véletnék érzenek, vidd a nagyhét Gábriel. Amint mondod, úgy teszem. Köszönjük jóságot, hogy ő a jegyesem éppen tőled állni. Múlóban az éjszaka, felcsendül az Úr szava. Mire vártak századok, fiam fia feldobok. Tervem kész, és megengedem, többi újjék emberem. De nem veszülje meg Mária gyermeke, egyengesse tervemet a császári rendelet. Már az időben Augustus császár népszámlálás rendelte az egész földkerekséget. Augustus a naduralkodó rendelete így hallottuk. Minden ember keljen útra, vándoroljon mostan oda, ahol elődei laktak. Megszámlálják férfiakat, gyermekeket, asszonyokat. Amikor feliratkoztak, akkor nyugodtak maradnak. Ha valaki ellenszegül a törvénynek, vegyék fejét nyomban, senki felé sincs irgalma. Rabszolga vagy szabad ember, mindenképpen útra keljen. Kinek kedves az élete, parancsomat teljesít. József Dávid családjából származott. Elindult Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát jegyesével Máriával. Szűz Mária útra kelve, el is indult Betlehembe. Kísérőként ment vele Szent József fű hitvese. Mennek völgyön és hegyen, hajnalban is éjjelen. Hajnalból már este lett, két vándor, hogy érkezett. Négy nap hosszú út után egy dolog maradt csupán. Találni egy jó helyet, hol a vándor el lehet. Az összeírás miatt nagy volt a tömeg mindenütt, nem kaptak szállást sehol a városban. Az idő már későre állt,
Adár is fészkére szállt, csak a Szent Szűzják fiába, Betlehemnek városába. Betlehem, Betlehem a te határodba érkezett Mária aranyos istálóba. Leült a színára, mint egy búzsgálice, elgondolkodva készül a boldog szent este. Közeledett már az óra, mely megváltja Máriát minden kintől szenvedéstől, s nincs hol szülje szent fiát. Így jutottak megfáradva, végre végül istállóba. A barmok között gyászlat mellett a kis Jézus megszületett. Néhány pásztor nyája törzött kint a sötét éjjéten. Egyre szép az ég volt, ma szebben ragyognak a csillagok. Úgy látják, kifényesítettek minden csillagot az angyalok. Elég hűvös van, tüzet gyújtok. Milyen jó lett melegedni az éjszaka folyamán. A gallyakat már ideig hoztam, már csak meg kell gyújtani. Jöjjetek, jöjj melegedni. Anya Isten, jó éjszaka, küldje hozzánk őrangyalát. Őrizzem a szívét, álmán, küldje hozzánk. Anya Isten, jó éjszaka. Ja, éjszaka árnya terül a világra, csend borul a bárányokra, csillag pattan a vidékre. Mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be az estét, angyal szállt alá a rétre, nézték a pásztorok, félve, megrettenve, megigézve. Egyszerre csak leszállott hozzájuk a kórangyala, és nagy fényesség lett körülött. Thank you.
Betlehemi istállóban szalmán fekszik ált helyen, szendereg egy kisgyerek. Pólyával betakarja, énekével elringatja édesanyja Mária. Csendben én reményem. Atyád őrzi édes álmot, mint ölt a világot. Az ő áldás szájam rátok. Ó, hogy hatatlan csodálatos éj, hó, fehely ostya, csöbb búza kenyér, benne lásd az édes úr, téged szomjaz rád borul, egy világgal ér. Boldog karácsony! A jó munkához, a sikerhez
türelmesen kivált időkkel. Mindenképpen szükség van áldozatos imádkozásra és megfelelő befektetésre. Megsejtem a megváltónk érkezésének előkészítésében az Atya hozzánk lehajló irgalmát és szerető jóságát. Az emberi nem megtisztelését látom-e abban, hogy az Atya örök egyszülöttje tesz szerint Ábrahám családjából származik. Hálás vagyok Istennek a prófétát messiási jövendőléseiért. Próbáltam-e már átélni Szent József és a szűzanya vívódásai lelki gyötrelmeit. A megváltás isteni tervében és kivitelezésében ott tűnődni Isten, de ugyanakkor az emberek türelmes kívánása és áldozatra kész szeretete is. Gyónom a mindenható Istennek és neked kecsébeim, hogy sokszor is sokat éreztem, gondolatban a szóval, cselekedettel is nosztással. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Így fogják hívni,
Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök Atya, béke fejedelme. Messzire terjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít, és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ez teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Világra hozta elsőszülött fiát, folyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, s az Úr dicsősége elragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisgyerek találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyal hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Isten dicsőítve ezzengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Amen. Krisztus. Minden kedves hírünknek kegyelemteljes boldog karácsonyt kívánok.
köszönöm mindazoknak munkáját, áldozatát, a szép fenyőfát, akit észlettek karácsony templomunk előkészítési munkálataiban, külön köszönöm a gyermek szép szeretését. Számukra ez mindig élmény lesz, és mindig szép emlék, amikor majd felnőnek és visszaemlékeznek arra, hogy hogyan ünnepelték, mint gyermek Jézus születését. Holnap karácsony első napján ünnepi szemmisre szokott időben délután 3 órakor kezdődik. Jövő szombat, az év utolsó napja, szilveszter napja, évvégi háladás délután 3 órakor kezdődik szemmisével. Jövő vasárnap, új év napja, a ünnepi szemmise délután 3 órakor kezdődik. Kedves testvérek! Akiknek már volt olyan szerencséjük, hogy eljutottak a Szentföldre, és ott megtekinthették azt a helyet, ahol Jézus Krisztus született, azok soha nem felejtik el ezt az élményt. A bejárat ajtaja fölé ki van írva, Hic de Virgine Maria Jézus Krisztus natus est. Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. Mi is megünneplünk újból minden évben Jézus születését. Egyik kisgyerek nem értette, otthon megkérdezte az édesanyját, hát hogy van az, hogy megünnepeljük születését minden évben, és nagyon egyszerűen édesanyja így magyarázta meg neki, neked is van születésnapod, és mi is megünnepeljük minden évben. És milyen jó, hogy ilyenkor te rád szeretettel gondolunk. Az ember talán soha nem érezte el olyan mélyen Pál apostolnak a zsidók írt szavait, mint éppen ott, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényegének képmása, ő tartja hatható szavával fenn a mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az Isten fölséges jobbján. Ismerjük a Szentírást, mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, amikor meghirdette az örömhírt, a pásztoroknak, az egyszerű embereknek, dicsőítette az Isten ezekkel a szavakkal, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön a jó akaratú embereknek. Azt is olvassuk Lukács evangéliumában, aki a legrészletesebben írta le Jézus gyermekkorát, és abban természetesen a születés körülményt is. Pásztorok hazatértek, dicsőítették az Istent mindazért, amit csak hallottak és láttak úgy, ahogy a duktól adták nekik. Így dicsőítették Istent egyszülött fiát az angyalok és a pásztorok. A világ fiai pedig azóta is támadják és tagadják, megkérdőjelezik istenségét, történelmi személyét, tanítását és forradalmi hatását az emberekre, a társadalmakra nézve. Hadrianus császár, a kereszténység nagy ellensége, aki Krisztus születése után második században uralkodott, egykori feljegyzések szerint éppen Betlehemben, az Úr Jézus születésének helyén állította fel fiának, Adonisznak a szobrát, azt hitte, hogy ezzel a rendelkezéssel ki tudja majd írtani a szívekből a betlehemi kisdet, az Úr Jézus Krisztus szeretetét és tiszteletét, imádatát. És talán sikerrel is járt volna, ha az Úr Jézus csupán egy ember, akár a legkiválóbb ember lett volna. Aki azonban hittel vallja, hogy Krisztus az Isten ember, annak szívéből még tüzes fogókkal és kapcsokkal sem lehet kiírtani Krisztus szeretetét. Nem lehet kiírtani azt a szeretetet, amely egyedül az Úrban található meg.
Szent Kalkuttai Teréz anya megható tapasztalata minden embernek szól, egyik könyvében leírja, ezrek, milliók alul betegeink, leprásaink száma, és egyik karácsonykor meglátogattam betegeinket, elmondtam neki, hogy Isten különös módon szereti őket. Mindenünk Isten ajándéka, Isten közel áll hozzájuk, és hogy az ő betegségük az nem bűn. Egy teljesen kimerül öreg nagy erőlkedés során Árán közelébe férkőzött, és így szólt: kérlek, mondd ezt még egyszer, mert soha életemben nem hallottam hasonló szavakat, csak azt hallottam, hogy senkinek sem kellünk. Milyen szép is azt hallani, hogy Isten szeret. És itt lép be az életünkben a Krisztus szeretet szent feladata, amely olyan sok problémát jelentett az embereknek. Valóságos kiáltvány, lelkismeretet felrázó megállapítása hangzott el 50 évvel ezelőtt Albert Einstein ajkáról, aki ezeket mondta. Jelenünk alatt problémája nem az atombomba, hanem az emberi szív. Ezekben az időkben ezért egy határozott, elkerülhetetlen vagy-vagy előtt állunk. Vagy erkölcsi átalakulás, vagy pedig végérvényes megsemmisülés következik, vagy megújul jobb érzület, vagy pedig elpusztul az élet. Az igazi probléma az ember szívében és gondolataiban az leillik. Nem fizikai, hanem etikai probléma ez. A tudomány gyorsabban fejlődik ugyan, mint a lelkismeret. És tanulhatnánk attól a négy gyermekes édesanyától is, akinek egyik fia pap lett. Minden gyermekét egyháziskolában járatta, még abban az időben is, amikor a szülők számára majdnem nélkülözést jelentette. És amikor a gyermek kirepültek a család fészkéből, ez édesanyja gyógypedagógiai munkát vállalt, ezzel a jeligével, mintha a kis Jézus gondozná. Vállalta a fogyatékos gyermekek gondozását, tanítását, bár elmarasztalták miatta, és egyetemistákat is bevont a munkába, akik vállalták előkészítésüket a keresztelésre, felsorálkozásra, bérmálásra. Ezek a gyermekek talán sok mindenre érzéketlenek, de a szeretetre igen fogékonyak. Ezen harmadik vasárnapján Bélhatárfalván mindenki tudja talán, a templom előtt volt a gyertyagyújtás, első háromon megyek a kultúrterembe. És ott meg voltak hívva, innen a gyermek otthonból a gyerekek is. Négyen vagy öten lehettek. És hogy mivel szerepeltek, és hogy szép legyen a ruhájuk, ezért mi is rásuhát adtak rájuk, hogy szép fehér ruhával legyenek. És amikor felöltöztek, és kimentek a templomba, még nem látták a templomnak a belsejét, csodálkoztak nagyon. És akkor egymás mellé álltak az oltár elé, minden kérés nélkül, csak ők úgy maguk spontán, és amit tudtak, a himnusz gyönyörűen elénekelték, és azután mentek ki szerepelni a templom elé. Bennük van a vágy, a szeretet után is, a szép után is, a jó után is, és sorolhatnánk tovább. Szomorúan tapasztalhatjuk korunkban Izajás próféta mentalitását, olyan sokszor lehet hallani olyan emberektől, akik valahol dolgoznak, találkoznak sokszor embertársaikkal. Senki sem kíméli embertársát, mindenki a másik ember húsát eszi. Izajás próféta könyvének 9. fejezetének 18. és 19. verse ez. Szent János apostol írta első levelében: Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte egy szülött fiát, hogy általa éljünk. Istenünk küld el nekünk, a te fiadat küld el, hogy szíve a mi szívünkben dobogjon, és az evangéliuma megváltsa a megváltás mindig rászoruló világunkat. Befejezésünk áll itt Juhász Gyula Betlehemi ének című verséből egy pár sort.
Ó emberek, gondoljatok ma rá, ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, a kerekföld mindegyik gyermekéhez egy üzenettel jött, szeressetek. Ó emberek, gondoljatok ma rá. Amen. Szeretek Istenben, minden állapotára, menjünk Istennek közénk érkezett megváltóhoz forduljunk könyörgéseinkkel, Urunk, egyházunk vezetésével egyre közelebb jussunk hozzá, üdvözítő Istenünkhöz, hallgass meg, Urunk! Segíts szent atyánkat, püspökeinket, papjainkat, hogy kegyelmed erejével megóvjanak minket a reménytelenségtől, a siválság és kétségbeesés lelkületétől, hallgass meg, Urunk! Kérjük, hogy egy igaz lelkű József példája nyomán is oltalma alatt eredménnyel vívjuk meg a hit jó harcát, hallgass meg, Urunk! Kérjük, te erőssé lelkünket annak az igazságnak a befogadására, hogy te valóban Emmanuel, igazán velünk lakó Isten vagy, hallgass meg, Urunk! Emlékezzél meg azokról, szeretteinkről, akik a te békédben költöztek el ebből a világból, és engedd, egykor velük együtt örvendhessünk, szent színed látásában, hallgass meg, Urunk! Istenünk, te kezdettől fogva elhatározott terveddel készítetted elő szent fiat közénk születését, engedd, hogy a proféták vágyakozásával, Mária és József áldozatos szeretetével fogadjuk őt lelkünkbe, köztünk lakó Istenünk maradj mindörökkön, örökké. Amen. Yeah.
Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen nagy ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által, az ige megtestesülésének titka által, a te dicsőséged új fényen ragyogott fel nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mérünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott kérjük, és sikerüljük meg lábadásra, ami eljövőzött. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Úrunk, egyháza sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Csaba érsek főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyei imádat, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Megígér az ország. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Örvendezve ünnepeljük ma megváltunk születését,
Kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel, dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. És testvérek, holnap karácsony első napján szemmise felsejtézét a szeminárium javára, kispapok neveltetésre küldjük. Ezért mindenki úgy induljon el és helyezze adományát a felsejbe. Adomány ezt a nemes célt szolgálja. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldása.